Sziasztok! Én újra itt vagyok, és ma egy olyan ételt hoztam el nektek megmutatni, ami nálunk így tavasz elején mindig előkeveredik, és az nem más, mint a tavaszi szelet, és ráadásul miután a családban nálunk ezt karajból készítik, most nektek is ezt fogom megmutatni. Nyilván elsőnek a húsi jön, kipakolom a húsikat, részint azért, hogy előkészítem az elősütéshez, és ebben is az első pedig a bevagdosás. Ez azért nagyon fontos, mert ismeritek a karaj tulajdonságát, a szélén van egy ilyen kis fehér hártya, ezek, amik a sütésnél meg a párolásnál, ha nincsenek bevágva, akkor így összehúzódnak, és nem egy ilyen nagyon szép szelet lesz, hanem egy ilyen kis furi alak. Sóbors. Megkenem egy kicsi paradicsompürével, használok hozzá egy kis keményítőt. Ezeket a gyönyörű húsikat pedig elő fogom sütni egy kicsi olajba, amihez majd teszek egy kicsi vajat. A vajas csodákat művel, ízben, illatban, állagban, mindenbe, és úgy is osztottam be a zsiradék mennyiséget, hogy kevesebb az olajinduló. Megfordítom a húsikat. Tulajdonképpen ez nem egy készre sütés, hanem egy elősütés, ami meg is történt, és kiszedem erre a tányérra. Teszek én még egy pici paradicsompürét rá, hagyom is ezt itt pirulni, most előkészítem a zöldségeket. Elsőnek egy kicsi hagymát fogok vágni, és azt teszem is a lábasba. Gyönyörűen megpirult a hagyma, vissza is fogom tenni a húst, és felöntöm egy kis alaplével. Folytatom a többivel, karalábé, répa, gyökér, és utána a karfiol. Látjátok, hogy gyönyörű mártása lett a húsnak, és szerintem el is készült abba az állapotába, hogy tehetem be szépen sorba a zöldségeket. Így nagyon jó. Amíg jön a répa, addig pedig vágok egy kis petruskát. Kb. 5 perce párolódik a karalábé, úgyhogy jön a sárga répa. Ezt a finomságot rizssel fogom tálalni, úgyhogy oda is dobok egy jó kis petrezselymes rizst. Most jön a zöld borsó. Még egy kis gyökér. Karfiol, meg egy kis karalábézöld. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ez teljesen kész. Vágok egy pici petrezselymet hozzá, ráteszem, és szinte tálalhatok is utána. Így készítem én a tavaszi karaj szeletet. Készítsétek el szeretettel minél többen, aki elkészíti annak jó játékot. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Az ünnepi finomságok támogatója a Spár. Az ünnepi fogások támogatója a Zell Borászat és Borbisztró.